Azt a csodát, amit közösen megélünk, az építészek, a kivitelezők, a restaurátorok, és hozzáteszem persze sok-sok munkás, szakmunkásnak a segítségével, ez örömmel kell, hogy bárkit eltöltsön, és én mondjuk elég sokat utazok az országban, Kárpát-medencében egyaránt, mindenhol ezzel szembesülök, tulajdonképpen ez a kiadvány is, ami a kezemben van, ezt próbálja bemutatni az egyházainkkal, a társadalom szolgálatában, töredékesen, mert nem tudunk mindent bemutatni, de ami benne van ebben a kiadványban is csoda, és remélem, hogy a pályázaton keresztül, amíg beérkeznek majd pályaművek, azok is majd mutatni fogják, hogy mire vagyunk képesek mi magyarok. Március utolsó hetében, hétfőn volt egy gyönyörű szép ünnepség, ahol végre építészek, kivitelezők, megrendelők, mindazok, akik akár határon belül, akár határon túl különböző óvodákat, épületeket építettek és terveztek, illetve most már üzemeltetnek, hatalmas nagy örömre sok mindenkinek díjakat osztottak. És ez a Jövőt építünk díj, ez folytatódni fog. És miért is? Most is egy olyan épületben vagyunk benne, amit egyházi közösségek gondoznak, ők rendelték meg, ellenben csodálatosan megtervezte az építész, és csodálatosan megépítette a közösség. Kuli László megtervezte, pátyiak és környékbeliek megépítették, és a katolikus és református cserkészek fogják használni. De ez nem meg egymagában áll ez az egész történet, hiszen az elmúlt 10-12 évben szerte Kárpát-medencében több mint 3000 templomot újítottunk meg közösen az egyházakkal, 200 épült vadonatúj szerte Kárpát-medencében, és a jelenlegi Magyarország területén pedig 1500 parókia, illetve ehhez hasonló, vagy adott esetben kisebb közösségi ház is megépült. Fantasztikus nagy dolog, pontosítok, megépült és megújult. Tehát ez a hatalmas nagy szám, ez nyilván nem lehetett volna csak úgy önmagában, nem állna meg önmagában. Fontos volt, hogy a kormánynak ez egy elhatározott célja, nemzetépítés, kereszténység megtartása és megőrzése és továbbadása érdekében, de ha nincsenek ott az egyházaink, nincsenek ott az építészek, nincsenek ott a mesterek, a munkások, kivitelezők, akkor hiába a támogatás és a jó cél, ezt nem tudtuk volna megvalósítani. És tulajdonképpen ezt szeretnénk megköszönni a Jövőt építő pályázatnak a következő folytatásában, hamarosan kiírunk 4 kategóriában. Az egyik kategória az új templomok, tehát az a 200 új templom, ami a Kárpát-medencében megépült, azoknak a kivitelezői és tervezői együtt. Tehát, hogy egybe lássuk, hogy kik csinálták és hogyan készült el. És ugyanúgy nagyon fontosnak tartjuk a felújított templomainkat, azt a 3000-et, amely már megújult, és újabb 1800 indult el a tavalyi évben. Önállók is tervezők és kivitelezők. De ami, ez lenne a második kategória. A harmadik kategória ugyanezen régi felújított templomoknál a restaurálási munkát szeretnénk támogatni, illetve hát megköszönni és díjazni, hiszen olyan fantasztikus restaurálások történtek az elmúlt egy évtizedben, amire szerintem nem volt példa évszázadokig. Amikor megépítették a templomot, akkor nem restaurátorként, hanem mesterként elkészítették. Csoda munkát végeztek ők is. És hát a negyedik kategória az pedig a közösségi épületeknek, illetve parókiáknak a felújítását, amit említettem, hogy 1500 újult meg, illetve épült szerte az országban. Ott is hatalmas nagy munka történt, csodálatos tervekkel, csodálatos kivitelezésekkel, és ezt szeretnénk díjazni. Hasonlóan ugyanúgy fölkérnénk szakmai zsűrit legjobb építészeinkből, mint ahogy ez történt most a héten, és ugyanúgy díjaznánk csak itt kiemelten építészeket is, és a kivitelezést egyben. Köszönöm szépen tényleg mindenkinek ezt a fantasztikus munkát, nagyszerű ez az összefogás, és egymásra támaszkodva, egymásban bízva folytatni fogjuk mindezt.